Kigyulladt egy ház Kunmadarason, a Frangepán Miklós utcában. A helyszínre 7 tűzoltó 2 járművel vonult. A karcagi és tiszafüredi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral kezdték el az oltást. Reggel arra ébredtünk, hogy hajlottunk zajokat, aztán itt voltak a tűzoltók, rendőrség, mentők, aztán azt vettük észre, hogy itt megkezdték az egyik lakás, itt a szomszéd lakásban a tűzoltását. Hát elvileg kigyulladt a lakás, és sajnos hallottunk olyat is, hogy egy fiatal hölgy benne égett a lakásban. A tűz egy 80 négyzetméteres épületben keletkezett, ahonnan 3 darab propán-butángáz palackot vittek ki a tűzoltók. A ház 20 négyzetméteres nappalia teljes terjedelmében égett, a födém is beszakadt, melynek oltásához a tűzoltók megbontották a tetőt. Oltás közben a házban egy holttestet találtak. A lángokat sikerült megfékezni. A helyszínen egy kutya is volt, akinek nem esett baja. Az állatvédők biztonságba helyezték.